Sziasztok, papagájok! Hatalmas szeretettel üdvözöllek itt titeket ismételten egy túlélő részben. Immáron ez itt a 8. rész. Igen, van egy tevékenység a játékban, amit én személy szerint annyira nem nagyon szoktam kihasználni, és ez nem más, mint a horgászat. Úgyhogy a mai nap kijöttem ide a tengerpartra egy icike-picikét horgászni, és eléggé nagy sikerem van. Éppen most dobtam be a pecabotot, és már volt egy csomó-csomó kapásom. Yes! Úgy voltam vele, hogy a mai nap csináljunk már valamit, ami ezzel a tevékenységgel kapcsolatos. A horgászattal, vagy hát legalábbis az óceánnal. Sajnos az előző Let's Play sorozatban nem sikerült csinálnunk egy kikötőt, ugyanis nem nagyon volt már rá idő, lezártuk a sorozatot. Viszont ezt megtesszük ma, és nem csak egy sima kikötőt fogunk építeni, hanem lesz hozzá egy világítótorony, valamint életem legelső túlélőben épített hajója. Á, itt is van a csodálatos Villager Outpost, amit az előző részben húztunk fel. Hellóka Iron Golem, nagyon-nagyon jó formában vagy, és hellóka falusiak, egyébként képzeljétek el, hogy szaporodtak, de így néha-néha egy eltünedezik, viszont mindig újra teljes lesz a populáció egy néhány napon belül. Egy nagyon gyors update az XP farmmal kapcsolatban, pontosabban a kardommal kapcsolatban. Ugye eddig sharpness-es volt, hát most ezt teljesen leszettem róla minden enchantot, és újra raktam, van már rajta Sweeping Edge, valamint Smite 5. Ennek nagyon örülök, ugyanis ez rengeteget segít, igazság szerint nagyjából 2 ütés egy ilyen tele csontvázas adagot megölni, aminek tényleg nagyon örülök, nagyon sokat segít, és kevésbé kopik a kardom, és sokkal-sokkal kevesebb idő az XP-t így összeszedni. Ideje hazatérnünk egy picikét, hogy pár dolgot összeszedjük, mielőtt nekiállunk a mai nagy kalandunknak. Ameddig viszont hazaérünk, addig hadd tegyem fel nektek a résznek a kérdését. Mi a kedvenc tevékenységetek a Minecraftban? A Minecraftban rengeteg különböző tevékenység van, például én a horgászatot abszolút nem használom ki, mint ahogyan azt mondtam is, de ott van még a redstone-ozás, ott van akár a falusiakkal való bajlódás, az építés, vagy csak maga a túlélőzés, maga a boss harc, maga a fightok, szóval nyugodtan írjátok meg, hogy mi a kedvenc tevékenységetek. Nekem szerintem eléggé egyértelműen az építés. És hogyha már szóba jött az építés, akkor hogyha tetszik nektek ez a rész, akkor mindenképpen dobjatok majd egy lájkot erre a videóra. Igen, tudom, nem szeretjük, hogyha a videós lájkot kér a videónak az elején, de ettől függetlenül, hogyha van benne tartalom, akkor szerintem nem olyan nagy probléma. Tehát igen, hogyha tetszeni fog majd az építés, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot erre a videóra. Oké, viszont akkor vissza a témánkhoz. Hát mit fogunk ma csinálni? Mint mondtam, építeni fogunk, természetesen. Valamint előtte, nagyon fontos, hogy egy kicsikét még ennek a világnak a történetét még ennél is kijebb toljuk. És hogy mégis ezt hogyan tervezem megtenni? Na hát az előző részben meséltem nektek arról, hogy majd szeretnék ide a Villager Outposthoz egy térképszobát. Természetesen ehhez térképekre is szükségünk lesz, szóval mindenképpen fogunk egy párat, és puty, íme, ú, de szépen benne van! Atya ég, erre nem is gondoltam, hogy ez ilyen jó benne lesz. Oké, tehát igazság szerint nem is kell több térképet csinálnunk, majd talán a faluról még szeretnék. Szóval így fog kinézni ez a térképen, ez a terület, és akkor itt pedig lesz a kikötőnk. Na most a kikötő és a hajóroncsok. Természetesen ez is benne van a mi kis történetünkben. Hogyha esetleg újak lennétek a csatornán, és nem ismernétek még ezt a Let's Play-t, akkor gyorsan elmondom, hogy van egy történetünk. Nézzétek meg az előző részeket, ott eléggé kifejtem, nagyon-nagyon röviden, hogy ne ismételjem magam, annyi, hogy a pillagerek és a villagerek harcban állnak. 2 háború között vagyunk, volt már egy háború, és most valószínűleg készül egy ilyen nagyon feszült békeidőszak van. Ugye a Minecraftban vannak a hajóroncsok, most éppen keresünk egyet, csak azért, hogy meg tudjam nektek mutatni. Nyilvánvalóan láttatok már ilyet, viszont szeretném elmagyarázni, hogy ezeknek mi szerepe van itt, ebben a világban. Mindeközben megtaláltam életem legfurcsább hajóját. Ez konkrétan igazából valószínűleg 2 hajó, így egymásba generálódva, egy ók és spruce hajó, valamint egy jungle dark ók. Ilyet még soha nem láttam. Na de mindegy, a lényeg az, hogy ezek a hajóroncsok bizony nem véletlenül vannak itt. A háborúkat nem csak szárazföldön vívják, hanem nyilvánvalóan a tengerekben is, vagy a tengereken. Sajnos nagyon-nagyon sok hajó megsemmisült, és a legtöbbjük a tengerfenéken kötött ki.
És igen, bizony, ezek a hajóroncsok mind-mind az előző háborúnak a fennmaradott roncsai. Szóval ezeket igazság szerint meg kellene őrizni, vagy hát legalábbis biztosítanunk kellene a világnak a lakóit arról, hogy nem az utolsó hajók voltak, amik elvesztek az előző háborúban. Muszáj építenünk olyan hajókat, amiknek a struktúrája hasonlít ezekre a roncsokra, viszont még épek és képesek arra, hogy bejárják az óceánokat. Gyorsan készítek egy-két darab screenshotot, hogy biztosan meg tudjam hasonlóra csinálni. Természetesen nem lesz ugyanolyan, sőt nem is szeretném, hogy teljesen ugyanolyan legyen, csak hát nagyjából a struktúra. És így jön szóba rögtön az első kommentje ennek az epizódnak. Ilyet még soha nem csináltam, ez az első, hogy egy kreatív videóból hozok át egy kommentet egy Let's Play videóban. És ez nem más videó volt, mint az Így építs hajót, életem első hajója, Minecraft 1.16, és igen, valóban ez volt életem legelső hajója, ezt kreatívban építettük, hagyok egy linket a leírásban, srácok, mindenképpen nézzétek meg, nagyon-nagyon király kis projekt volt. Na de akkor a komment. Márkó azt írta, hogy hihetetlenül jól építesz, Pörki király lett a Galleon. Márkó, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy támogatod az építős videókat, ez nagyon-nagyon király. Ezt most csak azért említettem meg, ugyanis itt is hajót építünk, és hát szerintem tök jó, hogy meg tudom nektek mutatni, hogy hát igen, készült már ilyen az én kezem által, viszont nyilván ugye kreatívban. Mint látjátok, rengeteg itt a hajóroncs, ami bizony arról árulkodik, hogy hát nem volt valami szép ez a háború, nem volt valami szép ez a háború. Csináljunk erről is gyorsan egy screenshotot, és akkor térjünk vissza a falusi outposthoz. Ó igen, és azoknak mondanám ezt, akik aggódnak, hogy a szépen lassan alakuló falvunk túlságosan messze van, ugye a hadászati környezetünktől, az outposttól, hát azoknak megmutatnám, hogy nem. Egyáltalán nincsen messze. Konkrétan csak ez az erdő választja el. De hogyha már van az outpostról térképünk, akkor mégis miért ne lehetne erről a területről is? Aha, igen. Itt is szinte teljesen tökéletesen, csodálatosan belefért minden építményünk, amit jelenleg ide csináltunk ebbe a világba. Itt van a kezdőházunk, akkor ugye itt van a villager központ, ahol amúgy vannak új falusiaink, egy picikét ilyen hülye helyekre berakva, de mindegy, kellettek. Négy új falusi is van, egyelőre ennek az egynek még nincsen munkája. És már meg is van, hogy mit rakunk ide. Ugye nem tudtuk, hogy mit csináljunk ezzel a szobával, na hát úgy döntöttem, hogy ez lesz itt a térképes. Egyébként ezt csak azoknak mondanám, akik esetleg nem tudnák, hogy tudjátok növelni a térképeteknek a méretét. Bizony nem csak egy ilyen kis területet tud lefedni egyetlen térkép, hanem hogyha köré raktok egy csomó papírt, akkor meg tudjátok nagyobbítani. Na várjatok, itt van tesztként ez a Buried Treasure Map, ez a kincses térkép. Lessük meg, hogy akkor ez mégis hogyan néz ki azok után, hogy felnagyítottuk. Látjátok, hogy sokkal nagyobb. Így szépen egy világító eszközkeret, ezt így ide lerakjuk, és akkor mehet bele a térkép, tessék, és akkor ez így éjjel világítani fog. Mi lenne akkor, hogyha itt az outpostnál is csinálnánk valami hasonlót, egy hasonló térkép szobát, hát mondjuk így ide. Miért is lehetne az, hogy teljesen lebontjuk itt ezt a lépcsőt, és ebből csinálunk egy ilyen kicsike szobát, ahol egy létra felvisz a térkép szobába. Na most van itt ugye, hoztam föl 45 darab szlebet, annak bőven elégnek kell lennie. Így mondjuk, így át is férünk alatta, szuper. Az a baj, hogy így már szerintem nem. Aha, sajnos így nem. Úgyhogy itt lesz az a létra, ami szépen felvisz minket ide, nagyon jó. És akkor jöhet a szleb, így szépen, így. És akkor ahogyan minden haditerv, ennek is el kell készülnie valahol, szépen elkészül majd itt. Így, nézz szépen, és akkor a mi kis térképünk, na vajon az hova mehet? Talán valahova ide? Nem. Igen, azt mondom, hogy inkább valahova ide. Ugye ez azt jelenti, hogy erre felé néz az egész, akkor itt még egy picit a tengerből bele tudunk foglalni, valamint, hogyha jól számolom, akkor a falu az vagy itt, vagy pedig itt lesz.
az ugye ott van arra felé, most pont nem tölt be az a csánk, de higgyétek el nekem, hogy itt van nagyon közel, láttátok. Oké, 25-ösre fölvéve ugye a látótávolságot, ott van a falu. Tehát ott a falu, ott a templom, ott a villager központ, ott a kezdőházunk. Szóval elvileg benne lesz ebben a térképben. Hát az a nagy harci helyzet, papagájok, hogy még mielőtt nekiállnék építeni, azelőtt el kell menni anyagot gyűjteni. Az teljesen oké, hogy így két rész között mondjuk tudok fát gyűjteni, viszont vannak dolgok, amiket nem nagyon szeretnék így nélkületek, hát ha találunk valami érdekeset. Itt is vagyunk. Oké, mésza. Innen fog nekem kelleni egy-két anyag, egy kis barna terrakotta, meg talán sima. Éppen jöttem vissza, és itt egy teknős. Azt jelenti, hogy valószínűleg a közelben van még teknős. Az azért lenne nagyon-nagyon jó, ugyanis ők akkor itt költik ki a tojásokat. Tehát ez itt lehetne akár egy teknős part. Tök jól megcsinálhatnánk, meg mennyire jó lenne már, hogyha itt lennének a teknősök a kikötőnél. Jelenleg ott ül Kristály, mutatja nekünk, hogy hol lesz a kikötő, nagyon hűségesen. Mennyire menő lenne már tekiket is tartani. Na, rendben van. Oké, azt hiszem, hogy nagyjából minden kis kezdetleges pepecseléssel megvagyunk, szóval neki is állhatunk az építésnek. Ide szeretném a kikötőt, bele fog majd lógni a vízbe, lesz egy ilyen halászház, igazság szerint, ahol a hálókat tartják, meg a szögeket, meg az egyéb ilyen dolgokat, amikkel javítják, foltozzák a csónakokat, meg akár az árbócokat, és lesz itt mellette egy világító torony. Na most arra gondoltam, hogy egy egységes dokkon lesz az egész, ahhoz rengeteg spruce fát fogok használni. Szerintem talán van annyi, itt azért rengeteg fát összegyűjtöttünk, és hát igen, én úgy gondolom, hogy akár el is kezdhetjük. Mit szólnátok hozzá? Let's go! Itt vagyok újra, ismételten. Nos, hát elkészült a hajó, itt van a hátam mögött. Jelenleg még az árbócok ugye, hát eléggé üresek. A helyzet az, hogy még mindenképpen kellene vitorla rájuk. Nincsen egyetlen egy darab vullam se, ugyanis az összes fehér vult elhasználtam ágyakra a falusiaknak, oda ugye a toronyba. Hát most az lesz, hogy először is ezt a részt itt megcsináljuk. Valahogyan befejezzük, egy icike-picikét megpróbáljuk ugye ezt az áttűnését a szárazföldnek és a doknak magának picikét így elvenni az élét, tehát most az lesz a feladatunk. Utána beszeretném színezni a hajónak az üvegét
fehérre. Úgy voltam vele, hogy hát nincsen fehér fessékem, aztán rájöttem, hogy itt vagyok konkrétan egy óriási csontváz farm mellett. Úgyhogy azt mindenképpen meg fogjuk csinálni. És hát, ja, aztán el kell mennünk a Netherbe, ugyanis a világító tornyunknak jelenleg még nincsen töltete. Tehát nincsen egyszerűen benne semmi, ami világítson, és nem akarom egy egyszerű fákjával ezt az egészet megúszni. Úgyhogy igen, végül úgy voltam vele, hogy akkor Shroomlight-ot szerezzünk. A Shroomlight-ot azt amúgy is nagyon szeretem. Nem tudom, nekem valahogyan a Glowstone az ilyen csúnya. Ronda a textúrája, nagyon ilyen harsh, ilyen éles, annyira nem vagyok odaérte, úgyhogy ja. Igen, az az érzésem, hogy ezeket a birchfákat itt végig ki kell majd vágni, aztán be kell tömni ezt a nagy-nagy lyukat. Egy kicsit így egyenes lesz majd tőle a terep, de szerintem ezt majd meg tudjuk oldani, hogy szép legyen. Például, hogyha az egész bezöldül, akkor elkezdhetünk majd akár utakat, meg így ilyesmiket, ugye átvinni rajta, akár virágágyásokat, vagy akár farmokat. Ugye az outposton kívül nem nagyon akarok építkezni, hiszen akkor mi értelme volt ide egy ilyen óriási nagy előörsöt felhúzni kerítéssel, hogyha aztán kint is ugyanúgy folyik az élet. Nem itt csak igazából ezek a hadászati épületek vannak, tehát ugye ez az ilyen tengeri hadászati létesítmény, ezzel a csónakházzal, amit majd mindenképpen be fogunk rendezni hordókkal, meg ilyesmikkel, valamint ugye itt van akkor maga a világító torony. A toronyban majd szerintem fel is lehet menni egy kicsikét, majd kitömöm a közepét, meg ilyesmi, és akkor felfelé oda felvezetek egy létrát, az mondjuk úgy szerintem tök jól néz neki. Fú, még csak most hallottam meg, hogy ide spónolnak mindenféle mobok, hát... Igen, ezt a részt is majd meg kellene egy kicsikét csinálni. Úgy gondoltam, hogy homokkővel meg homokkal szépen lehet majd textúrázni, meg terraformálni ezt a részt, viszont egyelőre szerintem csak fáklyákkal kivilágítom, és akkor így ennyivel megoldom. Addig felolvasom a résznek a következő kommentjét. Zimo azt írta, hogy kicsit késve igaz, de szeretném megjegyezni, hogy kiemelkedően jó lett ez a rész. Lehet, hogy a történet továbbvitele miatt, nem tudom, de nagyon jó lett. Köszönöm szépen, Zimo, igen, úgy gondolom, hogy a történet az nagyon előre mozdítja magát, a sorozatot magát, ugye a fejlődést, a haladást. Ezért javaslom mindig azt, amikor az emberek kérdezik, hogy mégis mitől lehet, úgymond, szebben építeni, hogyha valamilyen olyan dolgot akarok mondani, ami tényleg ilyen kézzelfogható, akkor, és nem csak annyi, hogy gyakoroljanak, de nyilván az is igaz, akkor azt szoktam mondani, hogy alkossanak egy történetet a világuknak. Legyen egy háttérsztori, és e köré építsék az építményeket, és már is koherensebb lesz az egész, és tudják a célt, tudják, hogy mifelé akarnak haladni, szóval szerintem ez fontos. Köszönöm szépen még egyszer a kommentet. Na hát ezt a nagy részt kell majd egy kicsikét ilyen esztétikusabbra megcsinálni, egyáltalán nem lenne rossz, mondom még egyszer, ugye utakkal, valamint egyéb, nem tudom, organikus fákkal, vagy ilyesmikkel majd fel lehet ezt dobni. Viszont akkor ugye így néz ki a dock. Na hát ami még nagyon fontos, hogy ide rengeteg hordó meg ilyesmi kell. Arra gondoltam, hogy hozok majd még ilyen szénabálákat is, meg mindenféle érdekességeket, amikkel egy picikét jobban fel lehet dobni ezt a részt, hogy ténylegesen úgy nézzen ki, mint valami rakodó, tényleg egy nagy-nagy dolog. Gondolkodtam azon is, hogy nem lenne rossz egyébként egy ilyen nagy darut vagy valamit, amivel mondjuk ideállítani egy nagy darut, ami így belóg a tengerbe, és ugye ide parkolnak le a hajók, a daru pedig amikor megjön ugye a rakomány, akkor így elfordul, leengedi ugye magát a kampót, és felakasztjuk rá a dobozokat, és akkor szépen felviszi. Ja, szóval esetleg még ezt meg lehetne csinálni, nem tudom. Meglátjuk. Viszont egyelőre most csak okosan, de hordó spamelünk. Szerencsére nem lesznek itt falusiak, szóval nem kell azon filózni, hogy na most akkor vajon melyik fogja először felvenni munkának azt, amit nem akarjuk, hogy felvegyen munkának, mert hát ugye itt nem lesznek most falusiak. Díszítésnél az egyik legjobb dolog, amit az ember önmagáért tehet, az nem más, mint az, hogy átgondolja, hogy mit csinál, megtervezi, és nem csak ész nélkül lerak blokkokat, tehát mindennek legyen értelme, mindennek legyen egy haszna. Például itt a síneket arra használom, hogy lefogják a hordókat, amikor jön a vihar, akkor ne vigye mindenfelé őket a szél, akkor sem, hogyha mondjuk üresen állnak. A scaffoldingot például szeretem ilyen picike, összeeszkábált polcokra használni. Ez egy tök jó dolog, igen, néha megkapom a kommentekbe, hogy á, ott maradt egy kis scaffolding, ha-ha-ha, de ugye sokan nem tudják, hogy ezt például én díszítésre használom, de hát ezzel nincs is semmi baj. Ide mondjuk rakjunk már egy pár darab gyertyát, craftoltam le egy néhányat belőle,
így szépen. Meg hova menjen még egy pár? Hát, jöhetne még ide be, majd valahova, így rá a díszítésre. Egyelőre ide lerakom, hogy ne legyen az inventoriumban, innen majd ki tudom szedni, viszont akkor folytassuk tovább a díszítést. Oké, most már van fehér festékünk, király. Így, oké, és akkor jöhet az üveg, szépen befestjük, és így, szépen kicseréljük. És akkor még egy jó kis trükk, mielőtt lemenne a nap, valamint elmennénk a Netherbe, így csináljátok magas azálea fákat. Egy azálea, valamint egy mohablokk, és már kész is van. Teljesen ugyanaz a textúra. Minden egyes alkalommal, amikor át kell mennem a Netherbe, akkor így összeszorul a gyomrom, hogy egy lessünk túl rajta. Tehát shroomlightot kellene hoznom, ahhoz pedig viszek kapát, teljesen tökéletes. Sajnos az a helyzet, hogy nincsen fire resistance-em már, szóval nem lenne rossz magma cube-okat is összeszedni valahonnan. Oké, csak velem van az úgy, hogyha átjövök a Netherbe, az egyetlen egy dolog, amit elfelejtek magammal hozni, az nem más, mint egy íj. Folyamatosan csak arra kell figyelnem, hogy vajon ki lövik-e a Nether portált, a gáztok vagy sem. Azért általában szokott nálam lenni egy flint and steel, szóval nem szokott olyan nagy problémát okozni, de azért mégiscsak na. A legegyszerűbb, legfájdalommentesebb módon itt ebben a Warped Forestben találok majd magamnak, ugye shroomlightokat. Nagyjából 3 darab kell, nem több, úgyhogy igazából nem is nagyon leszek itt tovább. Lényeg az, hogy összeszedjek kb. 3 darabot, és akkor meg is vagyunk erre a projektre. Oké, ez 2, ez pedig így 3. Meg vagyunk. Hogyha szeretnétek még esetleg egy kicsikét hosszabb Nether felfedezést, mondjuk akár Netherite szedést, akkor mindenképpen írjátok meg kommentben. Nem tudom, hogy mikor szedjem össze a Netherite-ra a cuccokat. Igazság szerint a csákányom már megvan hozzá, tehát nem lenne gond, csak nem akarom sietetni. Viszont nyugodtan, hogyha azt szeretnétek, hogy mostanában csináljam meg, akkor azt írjátok meg kommentben. Fincsi kis Nether arany, amit olyan jó lenne kiszedni, főleg ezzel a szilktácsos csákánnyal. Csak nem tudom, hogy van-e a közelben piglin, de talán nincs olyan, ami meg is látja, és ide is jön. Remélem. Ez az még egy kis arany. Még egy kis arany. Ennek ugye legfőképpen a falusiaknak az átváltoztatása miatt van jelentősége. Alapvetően annyira nem érdekelne az arany, ide nagyon nem járok, nem nagyon trédelek ugye a piglinekkel, szóval számomra annyira nem gáz, hogyha nincsen aranyam, de a falusiaknak az átváltoztatása miatt kell. Át kellene jönnöm ide egy picikét a Bazalt Deltába, ami eléggé veszélyes úgy, hogy nincsen fire resistance-em, de muszáj megpróbálnom. Nem lesz fire resistance-em, hogyha nem szerzek ugye magma krémet. Azt meg hát a legkönnyebben itt tudok szerezni. Érzem, hogy a nyakamba fog esni a láva. Valamiért érzem, biztos vagyok benne. Hogy kerültem én a Soul Sand Valley-be? Ezt mégis hogy csináltam? Ez az! Kapd el azt a piglint! Gyerünk! Adj neki! Na jó, hát talán majd legközelebb lesz magma cube. Most sajnos nem találtam. Lehet, hogy most azt kérdezitek, hogy de hát nem építettél még eleget ebben a részben? Nem. Nincs olyan, hogy eleget építettünk. Igazság szerint az lesz most majd a feladatunk, hogy szépen fogjuk magunkat, és keresünk egy csomó birkát, kelleni fog még egy csomó wool, és akkor ezen felül pedig építünk mindenképpen egy darut, amit már emlegettem is. Na jó, az elmúlt 15 percem az birka nyírással telt. Most van 64 plusz 8, annak már mindenképpen elégnek kell lennie. Sőt, több mint valószínű, hogy maradni is fog. Hogyha maradni fog, akkor majd még csinálok egy sátrat a falusiaknak. Ó, meg közben azért lenyírom még őket így útközben. Hello? Szóval igen, nem ártana még egy sátor a falusiaknak. Tök jó lenne. Tudnék még bele egy pár ágyat tenni, és akkor tovább tudnának szaporodni. De úgy imádom, hogy körbe-körbe járkálok a világban, és mindenhol csak ilyen birkákat látok. Érdekes. És hello, újra itt Outpost, valamint kikötő. Na, most jönnek a vitorlák. Hát ez nehéz lesz. Ezt még kreatívban is eléggé nehezen oldottam meg. Kellene egy pár darab kerítés, de a fence gate is tökéletesen megfelel. Na most itt akkor hogyan legyen mégiscsak a művészet?
Azon gondolkodtam, hogy mivel ez konkrétan már beállt ide, vagy hát már nagyon lassan közelít a dok felé. Elképzelhető, hogy nem ilyen nagy, szárnyaló, kifeszült vitorlákat fogok építeni, az nem lenne túl logikus. Az igazából csak azt eredményezné, hogy ebbe az egész nagy dokba belehajtana a hajó. Igazából, hogyha logikusan belegondolunk, akkor valószínűleg ők már felhúzták ugye a vitorlákat, hogy teljesen le... lassuljon a hajó, ne kapja már el ugye a vitorlának a lepedője a szelet, úgyhogy lehetséges, hogy ezt ténylegesen úgy is kellene megépítenünk. Oké, hát nem rossz, nem rossz, ugye mint mondtam, nem tépkedi az árbócot a szél, ez itt teljesen megfelel, szépen már lassít a kis hajónk és úgy fut be a kikötőbe. Oké, akkor most oda szépen kiúszunk. Na most arra sokáig nem tudtam rájönni, hogy ezt az árbócot mégis hogyan csináljam meg, ugyanis hát egy egész blokk az túlságosan nagy lenne. Egy fél blokk viszont pont tökéletes, aztán persze nincsen wool fél blokk, a szőnyeg túl vékony. Hát visszamentem a Netherbe, utálok ilyen dolgokat kivágni, de most ez mégsem volt annyira fontos. Visszamentem a Netherbe és hoztam egy kis kvarcot, hogy meg tudjuk ezt csinálni szépen így fél lapokkal. Így, és akkor teljesen hihető, hogy itt van még egy kis árbóc, amit már ugye felhúztak, mert ide közelednek. Nagyon király, na most akkor ez a daru. Hű, aha, hát mondjuk esetleg így tudom elképzelni, hogy egy picikét stabilabb lábakon álljon. Így mondjuk, csak akkor így, aha, így. Oké, és akkor, aha, aha, így mondjuk, ide kerítéseket, ide is. Na és akkor ide lenne majd nagy szükségünk, hát egy kerékre. Hupszika, ez mit keres itt? Tehát egy fogaskerékre, mondjuk ilyen magasságban. És akkor a fogaskerék az mondjuk ide kerülhetne, erre a pontra. Várjatok, legyen mondjuk inkább így szépen, cobblestone falból, a másik oldalon is, és akkor jöhetnek így köré ezek. És akkor a fejjel lefelé fordított lépcsők szépen, így mondjuk, és ide is szintén. Na és akkor most a rakodó egység szépen mondjuk ide egy ilyet, erre egy ilyet, aztán jöhet egy mondjuk egy kettő darab vasrács, így, és akkor ezekre pedig rá a lánc. És akkor még egy fal. Valamint, ennek így most pont nem érem el az alját, ide nem jó. Tehát, így szépen, tehát akkor így először a rakományt rá, mondjuk így ezt, jöhet még rá egy kevéske kis chest, amit most nem hoztam, várjatok, gyorsan craftolunk, oké. Hát, most egy darab jött ki, nem baj. Egy darab chestet mondjuk így ide, és akkor még emellé jöhet egy lámpás, hogy ne spawnoljanak mondjuk ide éjjel a szörnyek. Akkor erre jöhet így egy, nem egy lámpás, hanem egy létra, így, meg akkor egy-két darab scaffolding, így szépen. Így, és akkor végül meggondoltam magam, mindenképpen azt szeretném, hogyha ide inkább táblák jönnének, ugyanis a csapóajtók azok túlságosan magasak voltak, úgyhogy végül úgy akarom, hogy ezek így legyenek, álljatok. És akkor ezzel így kész is van a daru, azonban van még valami, amit el szeretnék intézni, ugye azt már meséltem. Fel kellene menni a toronyba mindenképpen, és hát ott be kellene szépen installálni ezt a nagy-nagy lámpát. Ugye alapvetően a valóságban ez azért van, hogy a hajók ide találjanak minden körülmények között, tehát hogy mindenképpen akkor is, hogyha vihar van, akkor is, hogyha éjszaka van, a lényeg az, hogy a hajók azok ide találjanak. Szóval itt kellene megcsinálnunk szépen a tetőt, vagyis hát ugye pontosabban ezt a plafon részt, így szépen, tök jó, megvan. Ezt ott azért ki kellene világítani, van-e nálam fákja? Nincs, hát oké, akkor ezt így egyelőre ide, aztán majd így kicseréljük. Oké, szuper. És akkor most jöhet ide igazából mondjuk egy ilyen, és erre ez a kettő darab blokk. Mondjuk a teteje az legyen ilyen, és az alja pedig mondjuk ilyen. Oké, hát igen, itt most egy kicsikét ki kell magamat így csalnom minden. Ez így nem éppen a legjobb megoldás, de nem baj, úgyse fogunk ide feljönni többet, szóval ezt itt szépen elzárjuk, és puty,
és akkor megvagyunk. Hú, akkor én most sok-sok óra munka után szépen mindenek megcsináltuk a külsejét, nekiállok a berendezésnek. Viszont utána ne menjetek sehova, ugyanis még várlak titeket egy kis séderes körbejáráson, ahol így megnézzük, hogy hogyan néz ki az egész csodálatosan szép fényekkel. Azonnal jövök! Hello, hello! Itt is volnék újra, a körbejáráson, amit megígértem nektek. Hát igazság szerint csak az egyik házat rendeztem be, viszont Shaderen meg akartam nektek mutatni, hogy mégis hogyan néz ki ez a kikötő. Imádom ezeket a fényeket, egyszerűen annyira szépek, tökre örülök neki, hogy bejöttek végre a Shaderök ismételten, ugye most már 1.17-re, nagyon tetszik, ahogyan így megtörik a fény így mindenen, hullámzik az óceán, és ilyen igazi, kicsit ilyen realisztikus hangulatot ad az építményeknek. Na de, oké, ideje megnézni a saját lábunkon menve, így. Na, hát ez az út, ez jobban tetszik, mint amire először számítottam. Ilyen teljesen organikus, vannak ilyen szép nagy boltívek, ugye, amiket ezek a fák létrehoznak. Elég furák az azáleák, egy picikét meg kell őket így mindig nyírni, hogy ne legyenek ilyen nagyon-nagyon egyenes részei, tehát ezt majd mi mindenképpen egy kicsikét így kitisztítjuk a későbbiekben, tehát itt eljöve erre, itt vannak a magasabb azále a bokrok, amiket mutattam nektek, és akkor a kikötő rész. Itt a kikötő, valamint a fű között van egy kis átváltás, egy ilyen transition, van egy kis spruce wood, valamint van fű természetesen, és akkor ide jövünk a dokra. Na most a dokon, a bal oldalon itt van a világító torony. Nagyon érdekes például, hogy ez a Hanging Roots tök sok mindenre használható, ilyen különböző kis dekorációnak is. De most ami viszont nagyon fura vele kapcsolatban, és remélem, hogy ezt a készítők megfogják majd kicsikét, hát megnézzik, aztán kijavítják, ez nem más, mint hogyha eldobom, akkor hát óriási. Hát konkrétan, hogyha megnézitek, akkor hatalmasabb, mint szegény kristály. Tehát ez nem normális, hogy egy item ilyen nagy, akkora, mint egy chest, sőt, még talán annál is nagyobb. Na de akkor vissza a dokra, a különböző díszek, ugye itt van egy csomó rakomány, ilyen nyitott dobozok, amiket le tudunk akár zárni, akkor hordó, amiben van víz, egy ilyen nagy hordó, tömkeleg, valamint kis polcok, akkor pici csónakok már bekészítve, valamint mi van még itt, ugye még egy kis doboz, és akkor ide bemegyünk. Na most ez itt a halásznak a háza, a halásznak, a kapitánynak, a dokőrnek, ki minek akarja igazából nevezni. Itt felmegyünk, benyitunk, és íme, nagyon egyszerű. Vannak itt festmények, amiket direkt ide helyeztem le, hogy úgy nézzen ki, mint hogyha ezeket portyázás közben találták volna, és csak neki támasztották volna a kerettel együtt a falnak. Akkor vannak itt ilyen lelógó gyökerek, van itt egy pár banner, ugye zászló, egy ágy, amiben lehet aludni, egy kis gyertya, és csónak természetesen, tehát tényleg ilyen, mint hogyha bármit, amit találtak volna, ide bedobták volna. Ez lenne itt a kis tároló, és akkor itt alszik valaki, ugye a dokkör mondjuk. Na, és akkor a hajó. Az így néz ki végül, valamint itt van még megint egy kis rakomány, és akkor a daru. A daru az szépen felemeli ezeket a dolgokat, elfordul, és amikor beáll ide a hajó, akkor leereszti ugye a fedélzetre, ez ilyen, nem tudom, ilyen kaják, meg ilyesmik, víz, ugye rum pontosabban, régen rumot szállítottak, vitték magukkal, ugyanis a víz az megposhat, megerjedt, és a, ugye a rum az tiszta maradt, úgyhogy azt vitték magukkal, és hát akkor így íme. Így néz ki ez az egész hely Shaderrel. Én azt mondom, hogy ez így eléggé kiemeli. Megmutatja nekünk, hogy mégis mind dolgoztunk. Manapság nagyon-nagyon sokan használnak Shadert, ezért nehéz sima vanilla, ugye kinézettel azt mondani, hogy ó igen, ez ilyen meg olyan építmény. Be kell rakni ezt a Shadert, hogy igazán látszol, hogy ó, ez most így sikerült, az előző nem nézett ki annyira jól Shaderrel, ez most jobb lett, ebbe kell fejlődni, stb. Szóval még akár hasznos is lehet ez a kis Shader. Azon kívül, hogy persze nagyon szép. Na de akkor én szeretnék tőletek mára elköszönni. Még mielőtt ezt megteszem, azelőtt gyorsan felolvasom Elena Balónak a kommentjét. Ő azt írta, hogy szeretem a videóid, mert olyan barátságosak és szuperek. Elena, köszönöm szépen, ez volt ugye a harmadik és egyben utolsó komment erre a részre. Király vagy, köszönöm szépen ezt a jófej hozzászólást. Hamarosan találkozom, srácok, ne felejtsétek el lájkolni ezt a videót, valamint iratkozzatok fel, hogyha esetleg még nem tettétek. Legyetek jók, helyukabeluka, pápá!